Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, hívjuk Pákot, kérdezzük meg, hogy mi van ezzel a dallal. Gyerekek, ő ígérte egy dalt, és nem csak ígérte, de be is váltotta. Mindjárt kiderül, hogy ez most jó, hogy beváltotta, vagy nem. Én figyelj, én tudom, hogy sokakat irítál Pákó, engem kis mennyiségben nagyon szórakoztat. És hát kész a dal, ezt nem hagyhatjuk, hogy ezt ne hallgassuk meg. Szóval ő is ugye benevezett egy dalversenyre, és 18 szurkolói dalból választják majd ki az EB hivatalos dalát, és Pákóé az egyik. Hát, milyen világ ez? Két olyan ember van a világon, akinek félünk az ígérgetésétől, meg hogy beváltja azokat az ígérgetéseket. Kim Jong-un és Pákó. És most az egyik sajnos beváltotta. Igen, na csörgéstől jöhet nyugodtan, jó? Nem mint kettő, ha már csörög, akkor nyugodtan beáthatjuk. Kérdés, hogy hol kapjuk el. Ugye elmondta, hogy stúdióba vonul, és hát csinál egy dal. És ahogy hallom, már nem is csörög, hanem itt van. Bauni! Pákó! Bauni! Te nem vicceltél, te megcsináltad ezt a dalt. Nem. Először is milyen élmény volt életedben először egy stúdióban lenni? Ez mindig jó érzés, mindig azt mondom, hogy a most is nagyon jó érzem, akkor hogy veletek beszélgettek a stúdióban, hát ugye a telefon keresztül, de bejelentem nektek, és most jön a foci EB és olimpia, és csináltam egy dal a EB-re és olimpiára, és szeretném, hogy mindenki ezt hallgass. Na most rá, most ezt hova csináltad, az olimpiai, vagy ahogy te mondtad, EB? EB. Ez a futball EB. Ez a futball EB. Mert most az olimpiát is mondta, hogy... ez a foci EB. És ez egy hivatalos szurkolói dal? Igen, ez hivatalos a szurkolói dal, csináltam a EB-re és olimpiára. Jézusom. De ezt akarom, hogy mindenki ezt éneklik, ezt éneklik. Aha, hajrá, magyarok, hajrá, én is az vagyok. Igen, hajrá. Én is az vagyok. Ez az jó volt, Jani. Pákó, te egyébként nézel focit? Vagy te szereted a focit? Tehát egyébként van kedvenc csapatod, vagy drukkolsz, vagy csak mint az, aki itt él nálunk, és most a magyar válogatottunk ebére megy, te is drukkolsz a fiúknak? Nem. Amikor gyerek voltam, menjünk vissza a Nigériába, én nagyon jó focista voltam, mindig is fociztam, benne van a véremben, és mindig is azt hittem, hogy én egy profi focista leszek. De ez nem úgy történt, áll a Istene, hát átmentem a másik irányba, de amikor már itt élek Magyarországon, imádtam, szeretem a Ferencváros, a Újpest, a Kispest, elég széles a merítés. Sokakat szeret, igen. Kispest. Más egy életet tölt el azzal, hogy egy csapatnak drukkol, te hamsolod. De te sokat szeretsz egyszer, hát ezért vagy te egyre szerethető, mert kicsi Újpest, kicsi Fradi, hát nincs még egy ilyen ember, aki mindkettőt egyébként. És te Nigériában fotisztál, tényleg? Igen, fociztam a két csapatban, hát be akartam is kerülni a nigériai a csapatban is, és ami nem nagyon sikerült, mert a Nigériában rengeteg focisták vannak, aki nálam is jobbak találnak. És valahogy nem nagyon tudtam bekerülni, hát megkaptam az osztódiat, ide jöttem, és elkezdtem tanulni Magyarországon, de azóta is benne van a véremben a foci. Pákó is igaz, az, hogy a nigériai labdarúgóknak azért olyan legendás a labdatartásuk, mert nem merik berúgni a bozódba a labdát a nagymacskák miatt. Nem mennek érte menni. Ez táfolom. Na, figyelj Pákos, mit kell tudni a dalról? Tehát, hogy brutális hangszerelés, hihetetlen hangtechnika, 3 hétig vettétek föl egy londoni stúdióban, ahol a Queen dolgozott 91-ben. Nem, a Queen-nel vette föl. Igen, Brian May. Dolby Digital Surround. Brian May és Steve Lukather gitározik rajta. Nagyon sokat dolgoztam ezzel a dal.
nála, hogy a jó sikerüljön. Nem akartam is sietni vele, és de annyit tudok tudni erről a dalról, azt, hogy ez a magyar focibi és olimpiáról szó, hogy a bátor is sokó tetés, és lelkesen mennek oda, és hozzanak a hozzá, és haraját. Hát mindannyian tudjuk nagyon jó, hogy a Magyarországon ez a kicsi ország, kicsi nemzet, de mi harcolunk a világ ellen. Nem félünk a satától, mert mindenben a sakától én sem. Nem félünk a sakától. Mindenben helytállunk. És a bizony benne, hogy a magyar csapatnak minden aranyát hazafonok. Mit játszottál? Milyen poszton játszottál egyébként? Mi voltál? Nigériában. Én egy tízes pólót oldok. Tízes voltál, tényleg? A betyárját. Ez a kis fekete lábam, hát úgy tudom ízé felállkoztani a labdával a pályán, hát én nem tudjátok. A kis fekete lábaddal ez volt? Kis pici fekete lábaddal. Ugye kicsi kis fekete topánkáidba. Tízes. Na jó van, Pákok, hát meghallgatjuk akkor ezt a dalt, maradj itt velünk, így, hogy belehallgatunk, jó? Nem mondom, hogy végig. Belehallgatunk, aztán meglátjuk utána, amíg beszéljük. Nem teszek könnyelmű ígéreteket, hogy végig hallgatjuk, jó? Tehát azért ezt ebben a formában nem merni megígérni. Belehallgatunk, ha jó, akkor egészen sokáig engedjük, és akkor utána még beszélgetünk egy kicsit. Jó, maradjál itt akkor a vonalban. Jó? Abszolút, Balázs. Jó, oké, maradjál. Na figyeljetek, így szól a dal. Azt kívánom a magyar csapatnak, úgy forcizom, mint Puskás Hocsi. Pontos pászkali cselenke, figyeljetek, jó szelemre, csapatunkat! Puskás Hocsi. Jó, gyerekem. Ami jó, az jó, ez szörnyű. Ne, én bírom. Puskás Zsocsi. Itt vagy, Páko, hello újra, ciao. Abszolút jó az a dal. Jó, ami tetszik. Puskás Zsocsi? Fél Puskás Zsocsi, nagyon jó, hogy mondod. Hát a Puskás Zsocsi. Először arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy a hangmérnök ott jelen volt-e az eseménynél, de aztán rájöttem, hogy igen, a keverésnél, mert igen. Ő húzta le Pákot, mert az annyira rossz érte, hogy legalább ne lehessen érteni. A hajrá Mogyoró az mi? Az mi? A hajrá Mogyoró, hajrá magyarok? Hajrá magyarok. Hát biztos, hogy az hát közben nyomod be. Nem hajrá magyarok, hanem a hajrá magyarok. Az úgy más. Ne féljünk a sátántól, a csatártól, vagy a csatától, vagy ott mi volt benne ott a végén? Nem, Jani, szó szerint a kicsi ország, kicsi nemzet, arcolunk a világ ellen, nem félünk a csatától, mindenbe helytállunk. Nem még mindig a sátártól. A csatártól. Én sakkát értettem. Én sátán. Nem volt sátán. Nagyon jó, de nem félünk a sátántól, hajrá Mogyoró. Tudtam, hogy vidám, hajrá Mogyoró. Hajrá magyarok. Fáko, én mindig mondom, neked a legjobb, komolyan mondom. Neked a legjobb. Igen. Hát jó, örülök, hogy tetszik. És most már ezt spontán is tudod? Tehát megtanultad? Te tudod a szöveget úgy, hogyha kérik tőled ezt valahol egy fellépésen el tudod nyomni? Nem, mindegy. Abszolút, Balázs. Abszolút, a fejedben van az egész. Na, egy verszakot csak most így szimplán, hogy szól, gyerünk. Most ennáltok, hát jön a foci édés az olimpia, és a mostani imnuszú buskomban, mint a magyarok, azért megírom a Pákó imnuszát. Azt kívánom a magyar csapatok, úgy focizom, mint Puská Ocsi, pontos pászkos cselekkel, vigyük győzelemre csapatunkat. Jó, te is lakintetek, jó, szépen lekamusztat, te is, hajrá magyarok. Akkor egy nemzet, ne hagyd magad magyar ember. A szívük egyszerre dobban, a százfok a magas balóban. Kicsi ország, kicsi nemzet, azt szólunk a világ ellen. Jó, kiírta, a maga a zenei alap egyébként nem annyira rossz. Tehát a zenei alap nem rossz. A zenei alap az egészen hangulatos. Hát persze, ez ilyen Brazília feeling zene. Honnan loptad az alapot? Ez az? Egy brazil oldalról szedtük le. Zenekar. Egy jói táncklubból. Brazil foci himnuszok cél. Igen, lehet hallani a dalban a kongás, a dob.
a gitáros, ez lehet hallani, egy kicsi ilyen bulizós, ilyen ott vagyok a pályán, itt szól a zene. Nagy és szíved van, Páko, azért nagy. Ez nagy. És gyernő, sárszól, és ilyen lettek az osztályos aranyák. A Bodi, a Zsuzsák. A Zsuzsa. Ki? A Bodri és a Zsuzsa? A Bodri és a Zsuzsa? Nem, a Bodri, a Bodri. Ja, Böde! Ja, Böde és Zsuzsa. Jó, én Bodrit és Zsuzsát. A Bodri és a Böde. Hajrá, Bodri! Hajrá, Zsuzsa! Hajrá, Böde! Na most jött el a vég! Hajrá, Bodri! Hajrá, Zsuzsa! Tehát a Zsuzsa a Zsuzsák? A Zsuzsák. Zsuzsák. Hát én így tudok mondani, Zsuzsák. Jól van, Pákokám. Na, köszönjük a dalt. Én nem hittem volna, hogy ez létrejön, de megcsináltad. Megígérted egy hónap, és tényleg megírtad. Én azt hittem, hogy igen, te viccesz, de tényleg megcsináltad. Nem, Balázs, amit megígérem, mindig is megtettem. Igen, ettől félek én is. Igen. És most bejelentem nektek, és a videóklipes is már elkészült. Jézusom. Aha. Igen, hát erre az ébél meg olimpiára, a magyarok, a gyözelemre. És a videóklip már elkészült, és azt is a héten valamelyik nap is el fogom küldeni, hogy lássátok, hogy milyen itt is a magyar fotisták. Mm-hmm. Jól van, Pákokám. Jó. Legyen így. Vigyázz magadra. Jó, nagyon szépen köszönöm. Pauni! Pauni! Kicsi ország, kicsi nemzet. Nem félünk a satától, minden helyt állunk. Nem neki a legjobb. Hajrá, Mogyorok! Hajrá, Mogyorok! Ugye, hogy neki a legjobb. Hát figyelj. Szia, Pákokám, tezzem, ciao. Szia. Sziasztok, Báuni. Jó, Istenek, hol mondom. Azt is remélem, hogy engem se elvigyenek az olimpiára, meg a VB-re. Ott akar énekeni ezt a dalt. Olimpia meg végbé. Csak hát elvélem. De amikor az olimpiát jól belerakta. Olimpia is lesz. Szávasz Pákó. Ciao Pákó. Szia. Hajrá, Bódé. Hajrá, Bódé. Zsuzsák. Na, Báoni. Sziasztok. Itt vagyok még. Áhó, ott vagytok. Nem, neki a legjobb. Őszintén. Ugye, hogy neki a legjobb? Szevasz, Páko, Raglev, vigyázz. Szia, csokolom, szeretném, sziasztok. Jó van, sziasztok, csokolom benneteket. Sziasztok, csá. Áhó. Húha. Csá. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na mi van ezzel a bácsikával? Mondjátok meg nekem. Mit, ahol láttam a Facebook oldalunkon, hogy egy cukrász bácsi bezáratása körül forrong az internet. Mi történik ezzel a bácsival? Miért zárták be? Kinek van útjába ez a bácsi? Na, ugye itt rögtön az első kérdés, mert ki akarja eltakarítani ezt a bácsit? Névtelen feljelentés érkezett a bácsi ellen. Mondjuk el az alaptörténetet, egy 50 éve működő kis budapesti cukrászdáról van szó, ugye? És ahol dolgozik ami drága bácsikánk, ő egy 78 éves gödöllői cukrászmester, nem budapesti, gödöllői cukrászmester. Én láttam vele riportot, ő elsírta magát az RTL híradójában, ő nagyon helyes. Persze. Kinek ártott ez a bácsika, hogy miért kell bezárni? Hát azoknak a szabályoknak ártott elviekben, vagy nem ártott, hogy nem felelt meg azoknak a szabályoknak, amik egyébként az ország összes cukrászdával szemben egyébként állnak, és elvárás. És ami tehát, alapján, ez a baj, hogy most érzelmi alapon gondolkodunk, és sajnáljuk a bácsit, vagy pedig úgy érzem, ti egyetértetek ezzel a könyörtelen, leszámolás jellegű, valószínűleg a cukrász maffia által generált vanília fagylalt. Ne legyél demagóg. Igen, a gödöllői cukrászok összefogtak a 78 éves gödöllői bácsika ellen. Kettek a forgalmára, mert nagyon jól folytak a krémesek. És bezáratták Gyuri bácsi cukrászdáját. Hát milyen világ ez, kérem szépen? Ez ebből a szempontból korrekt világ, abból a szempontból szerintem nem korrekt a világ, hogy megint ilyen, bár ez a névtelen főjelentő is, ugye az egy működő az vonal. Jó, na hát igen, ezt hagyjuk hát már, valahol... hogy ki volt a névtelen feljelentő. Már ki volt, tudod? Én nem tudom, szerintem kiment a nébik, nem csak fogni kell valakire.
Nem? Ja, ez a olvasói riporterünk lefotózta a kulkát a kórházba, hagyjuk már. Bement a borshoz, lefotózta. Igen, ő nem nagyon szoktak így fogni senkire, szerintem, mert ők ellenőriznek folyamatosan. Itt az a helyzet, hogy ha ma Vadon János kitalálja, hogy ő cukrászdát akar üzemeltetni, mert egyébként szereti a süteményt, tehát abszolút hitelesen működtetni ezt a dolgot, akkor őtőle meg fogja követelni a hatóság azt, hogy igenis legyen fölcsempészve a kis fala, ne egy 100 éves vizes házban üzemeltesse a dolgait, vegyen föl rendes kabátot, és a melszőre ne lógjon bele a vaníliafagyiba, és ugyanígy Magyarország összes cukrászdájánál. De állítólag felújított környezetben csinált ő egy 100 éves fagyi géppel, ami lehet, hogy régi, de hogy azért az még megfelelt. Kifestett, kitakarított, tehát, hogy nyilván rend volt, meg tisztaság, szónak abban az értelmében, ahogy mi mondjuk civil emberként állunk ez a dologhoz, de nem felelt meg azoknak az előírásoknak, amilyen előírásokat támasztanak a cukrászipari egységekkel szemben, mondom, az ország minden cukrászatával szemben. Igen, ez nem csak rá vonatkozik, ez vonatkozik mindenki másra, és ugye a Nébik egyébként azért a múlt héten is adott ki ilyen hírt, hogy be kellett záratni ezt és emezt. Nyugtass meg, hogy nem te jártál ott és írtál valakinek egy levelet, hogy nem te emizlett a vaníliafagyi, ugye? Tehát nem a te kezed van, mert hogy nyírja ki Gyuri bácsi, hát kedves Nébik, szörnyű dolog történt, velem Gödöllön jártam már. Én Gyuri bácsit hívtam volna félre. Vele beszéltem volna meg. Átvágtak, mert nem 4 gram volt a komposzt, csak 3,5, és kikére magam. Tehát nincs benne a kezed, nem, a bezáratásban. Mindig, mindig az érintettel beszélek, én még csak a vásárlókönyvét se kérem. Én szemtől szembe face to face intézem ezeket a dolgokat. Emlékeztek, ugye volt egy korábban egy olyan eset, hogy arról is beszéltünk, amikor például Győrben volt egy karácsonyi vásár, és akkor ott karitatív céllal házia készített süteményeket árultak, és oda is kihívták. Ott is ugyanerről beszéltünk, hogy persze emberileg, érzelmileg egy nagyon aljas és elítélendő dolog, de ugyanakkor meg, ha vannak bizonyos kötelmek, meg szabályok, amiknek meg kell felelni, hát akkor meg kell felelni. Tetszik, nem tetszik, ez van. De ilyen alapon azért tényleg minden második, harmadik, ilyen kisebb, kis nem tudom milyen cukrászdát azért így be lehetne záratni. Egy szörnyű állapotok vannak. Hát csak megnézték őket. Nem ez volt az egyetlen cukrászda, amit a Nébik megnézett az elmúlt X évben. Hát akkor nyilván azok, ami megfelel az elvárásnak, az működhet, ami nem, azt meg bezárják. Ebből nyilván azért lett ügy, mert tényleg szomorú az, hogy van egyébként egy 78 éves ember. Illés bácsi, hagyják Illés bácsit dolgozni. De így ne hagyják Illés. Ez most egy mozgalom? Most indul? Hagyják Illés bácsit dolgozni. Hagyják otthon, csináljon az unokáinak, érted, sütit. Tehát hagyjuk dolgozni, de így meg ne hagyjuk dolgozni, mert a többiekkel szemben is ez szemétség. Azt mondod, hogy jó, hát Illés bácsi már 78 éves, én vagyok a hatóság. Azt mondod, tehát 70-től fölfelé már mindenki azt csinál, mert sajnos ez nem így működik. Mert mondom, tényleg érzelme, nagyon aranyos, nagyon helyes. Anna is volt egy pár hónappal ezelőtt nála. Én is láttam. Voltál Illés bácsinál? Tehát, hogy komolyan? Igen, Anna, gyere, igen, már posztolta, mi is, volt? Posztolta is ezeket a képeket, tehát hogy tök cuki, meg tök aranyos, meg egyébként javítsatok ki a tévedek, a Nébik nem azt mondta, hogy akkor most is mindörökre, és akkor dózeroljuk el, és csináltassa meg, és akkor természetesen tovább folytathatja az ipart. Te voltál Illés bácsinál, tényleg? Igen, februárban voltam Illés bácsinál. Bezárattad a helyet, na most ért oda a levelet. Nem szeretnék el. Nem akartam el. Egy atléta trikóba szolgáltak ki minket. Na milyen volt? Meg a posztomat a Facebookon. Nem, én nagyon szerettem az öreget. Nem ízlett a vanília gömb? Nagyon ízlett a vanília gömb, meg a Rákóczi túrósa is, és nem én zárattam be. De akkor mit találtál ott? Jó volt? Finom nagyon volt? Nagyon jó volt, és nagyon finom. Tiszta volt? Igen, én a pultig mentem, én nem a hátsó részén, nem megyek általában a cukrászdáknak a hátsó részre. Nem nézel körbe? Olvastam ezeket az interneten lévő dolgokat. Kettő között van valahol az igazság. Valóban szörnyű látni ezeket a képeket, viszont mivel személyesen érintve vagyok abban, hogy így beszélgettem egy fél órát a kisöreggel, én végtelenül szimpatikus és szeretnivaló ember volt, aki 50 évet csinál valamit, és ezek a helyek kiveszőben vannak. És nekem ez nagyon tetszett, az oklevelek a falon. Való igaz, hogyha megnézem ezeket a cikkeket, amiket mostanában írtak, akkor ez szörnyű. Meg szörnyű az, hogy mit tudom én, nem az ANTS-nek megfelelő 21. századi dolgok vannak. Én ezt értem, és tudom, hogy mindenkinek meg kell felelni. Ezért nem tudok ezügyben most mondani semmit, mert ha most azt mondom, hogy jaj, az öreg, akkor persze, de az engedélyek. Ha meg azt mondom, az engedélyek, akkor meg, és akkor az öreg az 50 éve csak. Ebben most nem tudsz jó lenni. Tehát én az öreggel beszéltem egy fél órát, végtelenül szimpatikus ember, ennyi. Nekem ízlett a sütemény, élek.
sportész. És még élek, ezt még hozzáteszed? Igen. Szóval ez rohadt nehéz. A 100 éves fagyigépet ki kell tenni az pult elé, mint kiállított tárgy. Meg kell felelni elvárásoknak, és föl kell csempézni ezt a rohadt helyiséget. És erre azt mondja Illés bácsi, hogy ő már nem akar ebbe pénzt tenni, mert nincs is neki. Ugye nem sikerült különösebb tőkét kovácsolni ebből a dologból, meg már nem fog neki visszajönni, mert ő már nem tudja, meddig dolgozik. Igen, egy képet látom Illés bácsi, amikor ilyen trikóban ott áldogál, az én Illés bácsival vagyok, és a vízilovakkal, de azért az picit erős. Ugye? Azért ott úgy vakarnám a fel, mikor bemennék. Azt láttam. Mert nagyon nekem szimpatikus az egész történet, nagyon helyes aranyos, idős bácsi, régi gépekkel. Szívszorító a történet. Igen. Én nem tudom, hogy ez most tudatos vagy nem, egy fotót raknak ki most mindenhol. Illés bácsi a 6 számmal nagyobb XXL-es 1972-es vasasos ilyen, nem tudom milyen, ilyen útés, Halloween-szerű, ilyen kinyúl. Amikor meg hűvösebb van, akkor meg nagyon durva. Konkrétan egy téli kabátba volt bent, és egy ilyen műszer kucsmába. Hát mekkora az öreg? Hát én ezt nagyon. Hát én nagyon, És közben adja a kis francia krémesét. Hát én nagyon szeretem ezt a történetet. Hát annyira kár, hogy ezek eltűnnek. És egyébként sorált. Tehát amikor én voltam, akkor előttem még 3 embert szolgált ki, utána nem jött mögöttünk senki, és azért tudtunk vele fél órát beszélgetni. Nekem vérzik a szívem, de hát én egy ilyen... Vérzik a szíved, vérzik, de ezt meg kellett írni azt a levelet. Nem én írtam. Vérzik, de azért, amikor befűzted az írógépbe a gépet, azért... Nem, én soha ilyet nem tennék. Én tudod, én személyesen... Én egy érző lélek vagyok. Én valóban bennem van ez az önkéntes rendőrködés, de olyan szituációkban, ami azt mondom, hogy rögtön face to face, tehát hogy rögtön ott megmondom, én nem megyek se NAV-hoz, se ANTS-hez, én nem ez a típus vagyok. Én, hogyha valóban valaki eldobja az utcán a papírt, akkor volt, hogy oda mentem, és fölvettem, és elnézést, ezt eltettem. És meggyújtva a szájába tömtem. Azt nem lenne hozzá, de igen, én valóban, ha ez önkéntes rendőrködés, igen, megteszem ezeket valóban, hogy az öreget följelenteni, nem tudom. Igaz, amit mond, mert most a Ferinek is van egy étterme, biztos meg kell felelni előírásoknak. Most ezt jól belekevertek. Megy is a nép is nem sokára. Meghozzá. Gondolom, hogy ellenőriznek. Persze. És igaz, ott biztos a földről lehet enni, mert olyan rend van. Ismerem a Ferit, tudom, hogy... Nem ott teszünk, mi azt tudom, de ott is lehetne. Én ezt megértem. Volt a nébék, és utána kurdított, és egy kicsit a szakállát a Feri mellett szóltam. Én azért néha bemegyek ilyen körút menti giroszos, ez meg az... ilyen olyan helyekre. Hogy oda miért nem megy az én néha a nébik, érted? Tehát amikor a levet... Mert nem elkapjanak valamit. Érted? Tehát amikor azt látom, hogy a csávó, érted, leveszi a tornacipőt és üti a csótányt a falon, hogy elmenye. És közben ászott a kis giroszoddal, érted, és még egy kis cacikit kérsz bele. Azért vannak már ebben is nagyon szép helyek, meg vannak kulturáltak. De hogy azért ott is csodát találnak, ezt azért sose hallott, hogy azért ilyen körút menti egy-két helyre, hogy belátogattak egy-két ilyen, érted? Nem tudom, hol leanyod süti a kis giroszát, hát megnézném azt a csirkét, honnan jött. Csepeg a türki sztájlot, tudod, őt mellett, a nyárs mellett. Majd arra jár a kis öreg főjelentője, és akkor ők is föl lesznek nyomva. Egyébként még a körúton. De most tökéletes a sztori, most összedobják a bácsinak? Ez egy annyira helyes történet, én ezt bírom, hogy most gyűjtenek a bácsinak fagyigépre, hogy Illés bácsi dolgozhasson. Csatlakozzunk mi is, a hagyják dolgozni Illés bácsit mozgalomhoz. Igen, ők is támogatják. Én beszállok ebbe a mozgalomba, hagyják ott dolgozni, de úgy, hogy már a megfelelő keretek között, hát adjunk neki, vagy gyűjtsünk neki. Egy polgárságot neki gödöllünk. 10-20-30 milliót kéne ebbe a kis cuccba beletenni, a gépek, a felújítás, tehát ezért ez komoly összeg. De miért nem az van, hogy biztos volt már más cukrászda, amit a nébik bezáratott, hogy nem lehetne grátis odaadni azokat a gépeket? Kitakarítani, és a másik bezárt feléletet cukrászdában. Ez már egy bevezetett bolt, tehát hogy újra legyen gödöllőleges nyalat. Nem jó maga is. Bácsi, miért nem csinál múzeumot? Kérdezi, mert egyébként ez egy jó cukrászmúzeum, ez egy jó ötlet. Sütni szeret, ő imád sütni, neki ez az egész élete, hogy ő reggel föl kell hajnalba is süti a süteményeket, és annyira cuki, nincs nála nagy választék, de azt ő süti minden reggel, és én azért becsülöm, hogy ő kettőkor föl kell is csinálja. Ha elképesztő a története, elképesztő, kettőkor kell süt, saját kezdeni, tök helyes az egész sztori, tök helyes egyébként, igen. És persze, tudom, vannak ANTS szabályok, persze. Tudom. De persze, tehát hogy most... Értem, Jani, tudom, hát te nem érzem, hogy alapú dolog. Van egy rakás 100 éves cukrászda az ország területén mindenfelé, és valahogy, és nekik is megvannak ugyanezek persze, a gépek. Tudom, és így van, tudom. Hát és mégis is valahogy egy picit így léptek előre, mert hát lépniük kellett ahhoz, hogy működhessenek. Igen. Azt írja valaki, nagyon helyes az idős bácsi, meg hagyják dolgozni, múltkor lecsót csinált, és keveredett ott egy külön tűzhelyen, és keveredett ott a kaponikába. Én imádom őt. Jó, igen, ezt nagyon nyira cuki, de ő cuki. Elmondta nekem, a felesége
távozott az életéből, lelépett. Egy, ő mondta, hogy ő ezt elengedte. Hadd menjen az asszony, nem most, mit tudom, 25 éve egyedül él, ő maga rendezi magát. Hát jó, hogy lecsót főzni. Ki főzne neki lecsót, ha nem ő? Hát, nem a vanília fagyi mellett. És akkor, basszus, ettél már vaníliás lecsós fagyi? Rohadt jó lehet, én meg fogom kóstolni. Helyes ez a sztori egyébként. Mindjárt kész a pisztácia és a harrudok. Ahogy Kazi írja, kár, hogy a régi jó dolgokból nem marad semmi, nem sokára egyébként. Így van. Ez így mennyire igaz. Érted. Aztán megjön a másik fagyi, ami meg tele van adalékanyaggal, meg fölfújják, meg egy gombot nem tudom mennyi, és sorokálnak. Érted? Sorokálnak, mert tudják, hogy csomának. Nem, most nem mondom, hogy melyik típusú fagyi. Fújják a fagyit, fújják. Persze, az menü, meg trendi, így van. Na jó van. Tényleg, keresünk már valakit, aki följelentett valaha életében valakit. Nem kell, hogy aláírjátok. Írjátok már meg nekünk, ez mindig annyira titokzatos. Olvasó riporter, aki lefotózza kulkát a kórházba. Igen. Hagyjuk már, az. De tényleg. 4 napja ott sátrazott a Bors újságíró, és szegény beteg kulkát egyikét lefotózhassa. Olvasó riporter. Legább tessék bevállalni, nem? Hogy így van, bementünk kész, lefotóztuk. Gyerekek. Ne kenjük már más szerkesztő állandóan. Szerkesztő riporter, aki ellenzéki politikus, próbált meg bamokszerol. Nézzük már meg, hogy valaha valakit feljelentett te már valaki ebben az országban. Há, biztos, mert állítólag milyenek vagyunk, de aztán sose derül ki, hogy ki vagy. Nézzük meg, hogy nem tetszett egy szolgáltatás, levelet írtál, hogy bosszúból, vagy mert bökte a csőrödet, vagy nem úgy szolgáltak, ki te feljelentetted. Éttermet, cukrászdát, szórakozó helyet, bármit. Írjanak már azok, akik tényleg egyébként feljelentettek, nem elítélő módon, nem akarjuk őket bántani, nem is hívjuk vissza őket. Csak hogy volt-e már olyan hallgatunk, aki valaha valakinek írt egy panaszlevelet, vagy feljelentette? Bármit. Most majd feljelentik egymást, tudod a hallgatók, hogy igen, tudom, igen, hogy én igen, tudom, igen, hogy ő megtette, de nem fogja meginni, de én most följelentem nálatok, hogy ő nem fogja ezt bevállalni. Hát ha van ilyen hallgatók, írjátok meg, jó, hogy ti kit, mit jelentettetek már fel, hova, kinek, mikor panaszkodtatok. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan 2 perccel. Hagyják dolgozni Illés bácsit, mozgalom. Részemről. Tökre érthető, amit ti mondtok. Persze, hogy forint alaptőkével. Igen, szegény Illés bácsi, ugye hát egy 78 éves gödöllői cukrászmesterről beszélgetünk, lehet, hogy holnap megpróbáljuk majd felhívni, ha még nyilatkozik. Ő ugye hát elsírta magát az RTL híradó kamerája előtt. 50 éve csinálja egyébként a fagylaltot, és hát be kell, hogy zárjon, mert szabálytalannak minősítették a lassan már ugye 100 éve gépekkel készített sütit. Azért ez fura egyébként ugyanakkor nyilván, mert hogyha azok a gépek mindenféle higiéniás szabálynak megfelelnek, azért miért nem csinálhatna valaki? Hát nem felelnek. De nem felelnek igen, meg, igen. Meg a környezet se felelt meg, tehát az ha valaki látta a tévés anyagot, akkor azért, na, ott felsziszentél. Igen, na és erről beszélgettünk, hogy ugye az ország szerte híres cukrászdáról, jogos, nem jogos, ki mit gondol róla, illetve hogy kik azok, akik ilyenkor ugye úgymond feljelentenek, mert minden bulvárlap és minden hivatal sokszor mondja, hogy hát érkezett egy feljelentés, és ezért kimentünk megnézni. Kvázi tulajdonképpen kicsit átteszik a felelősséget ugye mással, hogy van-e valaki tényleg ebben az országban, aki bevállalja azt, hogy ezt vagy azt, ilyen vagy olyan szolgáltatás, szervezetet, bármit feljelentett. De írnak hallgatóink, hogy azért jelengetnek. Sokszor egyébként jogos teszük hozzá már, ami az SMS-ből kiderül. Írta valaki, hogy csináljunk a bácsinak egy Illés koncertet. Igen, mi voltunk. Más kárán, nyomorán, rögött. De ez szellemes, de nem szellemes. Ne gondold, hogy letagadhatod. Ez egyébként vicces. Ne, a bácsival vagyunk, nem. Na figyelj, aki ebből azt írja, hogy mi most Illés bácsi rögtünk, az tényleg, az menjen a fenébe. Azt nézem egyébként, hogy nézem egymás után, hogy olvasgatom az SMS-eket, de az például nem ír, aki minket nyom fel rendszeresen. Jó a próbálkozás. Hallgatlak mindig benneteket, amikor csak tudlak, feljelentelek titeket az NMA-ra. Most is jegyzetelek már. Ma már kicsit később keltem, úgyhogy a megköszéről lemaradtam, remélem nem volt benne semmi olyan, ami miatt el tudnak benneteket messzelni. Igen, mondtatok esetleg valami csúnyát 6,5 hét között, mert sajnos nem szólhat meg. Remélem benne lesz a best of-ba. Én az apámat nyomtam fel, mert ittesen indult útnak az autójával. A mai napig a szomszédra gyanakodnak. De figyelj, de ahelyett, hogy azt mondd ennek, hogy papa ne menje, meg elveszed a kulcsot. Nem hallgat rád, elindul, akkor viszont felnyomod. Hol nyomod fel? Jó, a rendőrség? A rendőrség, igen. Nem rossz próbálkozás kideríteni, kijelenti fel állandóan a rádiót, írja egy hallgató, igen. Én egy svéd bútoráruházat jelentettem fel, mert a vadonatúj 170 ezeres forint a szekrényhez, grátisként a ágyi poloskát kaptam. Engem nem csíptek, csak a férjemet és a 2 kisgyerekemet. 1 évig havonta írtam levelet, e-mail, telefonáltam, a mai napig megvannak a bizonyítékok, de semmit nem tettek az ügyemben. Egy
üvegben. Még a bizonyítékok mi a csípés fotók vagy a poloskák? Még elnézést sem kértek tőlem. Lehet, hogy a svédeknél kellett volna őket feljelenteni, kérdezi egy hallgató. Egy ismerősöm mesélt, hogy egy kisfaluban az egyik házi cukrászt a saját anyja nyomta fel, mert szerinte túl sokat keres vele. Volt egy másik is egy másik faluban, őt meg a szomszédja jelentette fel ugyanezért. Az, amikor anyát fölnyom, mert jól megy a biznisz, azért az erős, nem? Nézd, lehet, hogy nem volt leadó belőle, tudod, de anyuka felé. Kimaradt egy névnap. Felnevelt heleg. A páromnak felmondtak egy siófoki étteremben, mert elfogadta a borravalót és nem tette be a közösbe. Én bosszúból felnyomtam az éttermet a konyhája miatt és az ételek tárolása miatt is. Két nap múlva hívtak vissza, a párommal napokig pucoltatták a konyhát, hogy újra kinyithassanak. Majd az lett a végig, az asszony a lelkemre kötötte, többet nem merjen felemelni a telefon. Azt mondja, hogy évek óta jelentgetem a különböző mobil szolgáltatókat, mindig 30 000 forintot kapok vissza, jogtalanul kiszámlázott tételek és az ügyintéző magatartása miatt. Ekkora szemétség a tirány. Ez már pénzkeresett. Ez már inkább pénzkeresés, igen. Én a munkáimet jelentettem föl, mert 3 hónap után, szombat, vasárnap és folyamatos túlóra után elvárják, hogy halottak napján is feketén túlórázunk. Azzal a mondattal, hogy amit nem tudok beolvasni, pont. A kérdés, hogy sikeres volt-e a dolog, azt nem írta meg egy hallgatónk. Én egyszer egy redőnős jelentettem fel a NAV-nál, biztosítós volt a csere, de nem adott számlát, buktuk a biztosítást. Emiatt. Én egyszer a postást jelentettem fel a postánál, mert pont láttam, hogy dobálja a csomagokat. Tamás küldte nekünk. Én a szomszédot jelentettem fel, mert veszélyes volt a melléképületek, amiket ugye mellénk húzott, és mi nap mint napot játszottak a pici gyerekek. Féltem, hogy rájuk omlik a vakolat, egyébként lebontatták az épületet. Saját munkáimat nyomtam fel a NAV-nál, mert néha nem adtunk számlát. A főnök egy rohadék volt, 3 millió után picit észhez tért. A bünti, 3 milliós bünti. 3 millió volt a bünti, igen. Igen. Én az Ázsia Center egyik éttermét jelentettem fel, mert a terhes barátnőm romlott kaját kapott. Kimentek, persze találtak bírságot. A dolog működött. Kaptuk SMS-ben. Volán buszsofőrt jelentettem fel már, mert télen bankkártyával kapartuk a busz ablakát, olyan hideg volt, és nem kapcsolta be a fűtést. Hát, nem, azt nem értem, bizonyítható, hogy most lehet, hogy nem volt már rajta, elromlott, akkor nem tud mit csinálni. Vagy megkérdezed, és ne haragudjon, sofőr bácsi, van magának fűtése? Van, fiam, akkor miért nem kapcsolja be, vagy mi? Én anyukámat jelentettem fel, uzsora kamatra hitelt vett fel a nevemben. Ó, azért vannak zöterek. Jaj. Igen. Ebben a cukrászoriban egy nagyon szomorú momentum is van, a lakossági bejelentés, kinek fájt a szerencsétlen bácsi. Igen, hát azért valljuk be szintén, hogy a hivatalok hát mindig ezzel takaroznak, ez a lakossági bejelentés titulus, hogy egyik, hogy persze a személyiség jogokra hivatkozva nem mondják meg, hogy ki volt a bejelentő, de hát ha volt egyáltalán bejelentő. Igen. Vagy egyszer erre hivatkozni mindig. Nemrég Karcagon nem felnyomtak, hanem felgyújtottak egy cukrászdát, mert túl jó volt a forgalma. Ez szilveszter küldte nekünk. Azért az is kemény, nem? Akkor már inkább a nébi. Igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket. Hát akkor vannak azért, akik itt jelentgetnek. Vannak. Kicsit én többet vártam, hogy írnak, nem? Uh-huh. Akik... Még írják. Ja, csak még... Igen, csak hosszú csak feljelentés. Hosszú. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ugye tegnap, illetve pontosabban nem is tegnap, hanem már a hétvégén felrobbant az internet, és hát gyakorlatilag tulajdonképpen minden sajtóorgánum, minden hírcsatorna, rádióműsor, tévéműsor Illés bácsiról és Illés bácsi cukrászdájáról beszél. Gyerekek, hát komolyan mondom, cukrászda még ekkora reklámot soha nem kapott. Hagyjuk dolgozni Illés bácsit. Mentsük meg dolgozni Illés bácsit. Zárják be Illés bácsit. Táborok vesztek össze már, és rohantak egymásnak a Hősök terén, szállták meg a Vajdahunyad várát, és verekedtek össze, mert egyszerűen Illés bácsi borzolja a kedélyeket. Szabad fagyizás mindenkinek. Szabad fagyizás Illés bácsi. Illés bácsi versus hivatalháború. Igen. És új fejlemények vannak az ügyben. Hát, ezért arra gondoltunk, hogy felhívjuk azt az embert, aki leginkább illetékes, nem sokára maga, Illés bácsi szólal meg itt nálunk, és mondja el a történetét, hogy valójában mi van, ugyanis ugye a gonosz hivatal és szegény ártatlan Illés bácsi képe harapódzott el különböző sajtóorgánumokban, és hát ezt mi is így tálaltuk, hogy hát a nébik és gödöllő és egyáltalán hát micsoda hivatalok nem hagyják szegény bácsit dolgozni. Aztán új fejlemények vannak a dologban, és kiderült, ez nem így van. Nem, nem, nem így volt. Mert persze ez zsigerből rögtön
történt a mocskos nébi, mocskos ANTS, a mocskos EU, mocskos mindenki. Ugye? Lőjünk fel mindenkit a űrbe, mert Illés bácsit merték abbajgatni. Aztán valójában kiderült, hogy igazából Illés bácsi volt az, aki úgy döntött, hogy bezárja a kis cukrászdát, mert volt, ugye? Így van, volt egy lakossági bejelentés, akkor kimentek, nem a nébiktől, nem az ANTS-től. Tudomásom szerint a Gödöllői önkormányzattól ment ki valaki, felvettek egy jegyzőkönyvet, aztán pedig Illés bácsi úgy döntött, hogy mivel nem fogja tudni állni a felújításnak a költségét, ugyanis őt nem bírságolták meg, nem büntették meg, csak jelezték neki, hogy hát sajnos ez így ilyen formában nem mehet tovább. Ő választotta azt, hogy bezárja úgy az üzlethelységet, mert itt szerint szemítás szerint egy 20 milliót bele kéne tolni, ami már valószínűleg nem jön majd neki vissza. Igen. Vagy hát hosszú idő lenne. És állítólag, amit te is mondasz, ugye, hogy maga Illés bácsi döntött úgy, hogy ő tulajdonképpen bezárja. Tehát a kormányhivatal és az illetékes szervek a mai napig sem bezárásról, sem más szankcióról egyébként nem döntöttek. Semmiféle eljárás nem folyik ellen. Nem folyik eljárás a cukrászda ellen. Én megnéztem az RTL riportját. Kemény dolgokat látott. Véleményes a dolog. És hát ugye most már a Gödöllői polgármester is a cukrászda bezárása ellen kampányol, több celeb is, különböző műsorok, mindenki elindított egy gyűjtést, Illés bácsinak aláírás gyűjtenek, ami egyébként már 12 000 felett jár. Tehát nem is a bezárása ellen, hanem hogy a fennmaradása mellett. Mert hát igen, a bezárás ellen egy cukrászdát itt készíteni, vagy csinálni. De működhet a dolog, hogyha megcsinálják rendesen a helyet, vesznek olyan gépeket, vagy felújítják úgy ezeket a gépeket. Tehát itt azzal van a probléma, hogy a fagyi keverő gép rozsdás, és ezt valaki lefestette, hogy ne legyen rozsdás, igen, de úgy festette le, hogy a rozsdát nem szedte le. Mert tehát neked úgy esik bele a fagyidba a rozsda, hogy még festékes is. Igen, tehát nem a 100 évesen van a hangsúly, vashiányra, ez egy régi. Vashiányra, gyerekek nagy többsége vérszegés, vashiányra. Pláne most meg is jött, úgyhogy. Ja, tök jó megoldás. Nagyon helyes, Illés bácsi egyébként nyilatkozik, és baromi cuki a történet tényleg, de arra gondoltunk, hogy megkérdezzük tőle, akkor, hogy mi a helyzet, mert egy nagyon helyes, nagyon aranyos idős bácsiról van szó, akinek tényleg ez az élete műve, ahogy erről tegnap is beszéltünk. Hát látva a riportot, azért az embernek eszébe jut, hogy igen, azért vannak véleményes dolgok, hogy milyen állapotok vannak ebben a cukrászdában tényleg. És Illés bácsi nagyon helyesen elmondta, miről tegnap beszéltünk, hogy néha ő ott főz egy kolbászt, egy lesót, egy virslit, valamint de közben ott azért készül. Egy paprikás krumplit, így van. Igen, valahol neki is enni kell. Úgyhogy most megkérdezik tőle, hogy hogyan tovább, Illés bácsi. Igen, annával össze kell hangolódnunk, hogy egy hullámosszal. Amikor meg kéne, akkor nem szól, amikor nem kéne, akkor nem szól. Ez a fránya cserélő. Igen, mert hogy közülünk egyébként, ugye, ha valaki nem hallotta tegnap a beszélgetést, amit első körben így folytattunk a téma kapcsán, Anna az egyedüli vásárló. Tehát Anna már volt. Anna volt, így van. Nála fél évvel ezelőtt. Mesélt is egyébként róla egy privátban. Vannak élményei. Na, itt van velünk a gödöllői cukrászmesterünk. Illés bácsi, jó reggelt kívánunk! Üdvözlöm! Jó reggelt kívánunk, jó reggelt! Szeretettel üdvözlöm! Mindenkivel tegeződünk, bocsánat, tegeződhetünk, csak egy egyszerűbb a magázódásra nekünk nagyon át kell állni, ez egy fiatalos műsor, mindenkivel tegeződünk. Lehet, Illés bácsi? Nyugodtan letegeszek, nyugodtan. Jaj, bocsánat, hát ezt ugye nem szabad a fiatalabbnak sem felajánlani, sem megkérdezni, de hát... Nem, most, nyugodtan. Köszönjük elő, köszönjük, Illés bácsi. Na, mi a helyzet? Segíts nekünk, Illés bácsi, hogy most mit történt tulajdonképpen itt? Volt valódi feljelentés, vagy csak hozzád kijöttek, és akkor te úgy döntöttél, majd aztán beszélünk arról, hogy miért, hogy nem folytatod, vagy azért valaki bejelentette a te cukrászádat, hogy ott esetleg nincs minden rendben? Nekem azt adták elő, hogy Zöldszámon, mikor ideálltak a üzletbe a pult elé, mikor megérkeztek, hogy Zöldszámon én ellenem bejelentés érkezett, utána aztán azt mondták, hogy szeretnének bejönni. Ez következett ezután a szó után. A műhelybe szeretnének bejönni. Mondom, semmi akadálya, tessenek bejönni, mert körül kell bejönni, pult tetején nem lehet, és mondom, megfogom a kutyát, tessenek bejönni. Volt ott egy kis kutya is közben. Aha. Ott, mert nekem van kutyám, de meg van kötve, de akkor is meg kell fogni, hogyha valaki elmegy mellette. Hát persze, hát idegenekre azért lehet, hogy nehogy megijedjenek a hatóság emberei. De nem volt bent a kutya a cukrászdában. Nem, meg van kötve a kutya. Aha, ja, a következő ez lesz, láncolnak a kutya, és nincs benne. Ott a kutya mellett el tudjanak jönni, hogy be tudjanak jönni a műhelybe. És akkor bementek és jegyzőkönyvet készítettek, Illés bácsi, hogy mi történt? Nem, előbb elmondom, hogy mi volt. Na. És akkor mondták, hogy Zöldszámon bejelentés érkezett, szeretnének szétnézni. Hát bejöttek a műhelybe, annyit találtak, hogy egy kis műanyag gödörbe volt bent körülbelül 2 kg krumpli.
mert én leginkább 90%-ban paprikás krumplin élek, mert a feleségem ezelőtt 32 évvel elhagyott valami föltételt, muszáj ennem, mindig nem lesz gyíros kenyeret. Hát jó, egy kis paprikás krumpli, hát nincs azzal, jó is az. Na, hát, de én úgy gondolom, hogy ez miatt nem dől össze a világ, hogy ott volt egy kis krumpli, és akkor utána aztán kezdtek ezt azt mondani, hogy ez is hiba, az is hiba, de olyan égbe kiáltó hiba nem volt, ami engem megbüntethettek volna. De utána következett az, hogy itt minden öreg, le van öregedve itt minden gépek, ezt ki kellene cserélni, még fal is most fogom a lényeget mondani. Igen, jó. Hogy plafonit kicsempézni a műhelyt. Ezelőtt 50 évvel, mikor én alapítottam ezt a üzletet, átvette a kölyál, itt fehér olajfestékkel le volt festve a fal abban az időbe, de azóta is ugye takarítani kellett, mert javítgattam, de még mindig nagyon lényeges pontot mondok. Ehhez a házhoz nem szabad hozzányúlni, mert mikor én ezt megvettem, még egy tudatlan fiatal ember voltam, mert az élet a legnagyobb egyetem, azt tanítja meg az ember, és visszatérve, hogy tudatlan, nem néztem meg, jó, ez egy vegfalú ház, de még sajnos nincs is alá falazva, fundamentumnak nevezik ezt. Nincs alapja a háznak. Nincs alapja, semmi. És ha nem lehet hozzányúlni az egészhez, ha hangosan beszélek, bocsánat. Ne nyugodtan, én is, mert abszolút jól halljuk, minél hangosabb, annál jobb. Abszolút. Igen, akkor köszönöm. És akkor ehhez mondtam nekik, hogy ehhez nem lehet hozzányúlni, mert szétomlik az egész ház. Elől is azért vannak oda támasztva ezek a falos lemezek, ilyen... Hogy nehogy összeomoljon a ház, tényleg? Biciklikkel bejöttek, ott nekidobták a falnak, és omlott szét. Ja, és omlani kezdett. Élés bácsi, te döntöttél végül úgy, hogy nincs pénzed a felújításra, és akkor inkább te magadtól bezársz? Igen, mert ők azt mondták, hogy akkor nem büntetnek meg semmi, ha vállalom, hogy bezárok, akkor inkább bezárok. Mert 78 éves vagyok, 2 agyinfarktusom van, 2-szer operálva vagyok, 15 éves. Hát ebben a korban már nehéz ennek újra nekiindulni, igen. Mi volt Illés bácsi specialitása? Mit csináltál egyébként? Mi az, amit nagyon szerettek a vendégek? Francia krémes imádták, Rákóczi túrót szerették, akkor linzereket csináltam, meg hagyományosan, ami régen csináltunk, fagyit, csokit, vaníliát, citromot, meg egyebeket. Puncsot. És az igaz, hogy éjjel 2-kor keltél, és saját kezüleg egyedül csináltál meg mindent? Éjjel 2-kor, meg 2:30-kor, össze-vissza, és 11-ig mindig dolgoztam, nem csütömbet, nem tudok dolgozni, ha kell, azonnal most, szóval nem nyitok ki soha többet. Hogy még a tetejében az embernek a rengeteg munkáját így, valaki aljas így feljelentget, és az a tönkretesznek egy 50 éve dolgozó kisiparos, de nem 50 éve vagyok a szakmában, hanem 64 éve, és mielőtt ide jöttem Gödöllőre, Magyarország legfontosabb helyén voltam cukrász, meg lehet kérdezni, Központi Fizikai Kutatóintézetnek a cukrászatában. Illés bácsi, de hát persze, de hát ez nem arról szól, hogy Illés bácsit valaki nem szereti, vagy Illés bácsi ne csinálna jót, hát vannak talán szabályok azért, amiket be kell tartani. Amit de... be kell tartani. Egyet értek vele, én nekem nem azokkal az emberekkel van problémám, akik itt voltak na ellenőrizni, hanem azzal akik problémám, bocsánat, muszáj kimondanom, aki az ő zöld számon bejelentést tett, ilyen rossz indulatú, tetszik érteni. Hogyne, fel. Mester azt tudja, hogy ki volt a hatóság, aki volt magánál? Hogyne, hát itt a Gödöllői járási főállatorvos, dr. Molnár Rita, a második, még aha, úgy tudom, dr. Mártoni János. Jó, mert ez sohasem nem hangzott el eddig. De kedvesek voltak, aranyosak voltak egyébként, nem volt velük semmi gond. Azt tudod, nem, hogy... semmi. Én nagyon udvariasak voltak, tényleg emberségesek voltak, de én is, én ezt tanultam, ahogy foglalkoznak az emberrel, úgy kell
ezt viszonozni. Illés bácsi, azt tudod, hogy gyűjtenek most neked jelen pillanatban? És hogy a polgármester is azt mondja, hogy nem szeretné, ha bezárnák ezt a helyet, újítsák föl, csempézzék ki, legyen meg minden úgy, ahogy annak kell, de hogy utána ez a dolog akár a te neved alatt folytatódjon tovább. Te erről tudsz? Ezt akarják az emberek, de hát nem tudom, mert az a baj, hogy nagyon összeomlottam idegileg, minden részemet elállja az ideg. Ugye leálltam a munkáról, szóval ez az ideg annyira, hogy borzasztó, ez az igazság. Be is zártál, Illés bácsi? Tehát ma már a hely a zárva van? Tehát már ki se nyit? Vasárnap este szabad volt utoljára nyitva lennem. Vasárnap este zártam be, azóta nem vagyok nyitva. Mi volt az utolsó gombóc, amit kiadtál? Hát nem tudom, ezt így nem merek. Lehet, hogy megyfagylat, vagy vaníliafagylat, nem tudom. Ez így történt. Én velem megismétlem, a legmesszebb menőkig udvariasak voltak. Tegnap is mondom, itt volt, aki mondta, hogy be kell zárni, a Pérfi, a városi főállatorvos. A járási elnökkel most kormányhivatalnak is neve, és eljöttek, azt mondták, hogy azért is jöttek, hogy be vagyok-e zárva. Ja, megnéztek téged, hogy be vagy-e zárva. Mennyibe került nálad egy gombóc? Meg, hogy segíteni akarnának. Illés bácsi, mennyi volt egy gombóc? Mennyibe került egy gombóc? 200 forint. 200 forint. Hát az az egyébként rendes piaci ár. Igen, igen. Hát mindenki azt mondta, hogy itt nem drága. Igen, hát az abszolút. Nem tudom, hogy sokan azért mentek hozzád, mert hogy... Meg voltak elégedve, hát 50 éve itt vagyok, mindennel meg voltak. Itt még hangsúlyozom, amit most fogok mondani, hogy még én soha életben büntetve nem voltam. Itt még soha életben beteg nem volt senki, nem csak itt a 64 év alatt mióta csinálom a szakmám. Volt valaha panasz? Bármi? Egyébként csak kíváncsiságból tudom, hogy nyilván az engedélyeket, tehát a szabályokat nem azért kell betartani, ha nem volt, akkor is be kell tartani. Csak ez 50 nagyon évben helyesen. Jött valaki panaszkodni, hogy gyomorrontás. Soha semmi. Senki. De helyes vagy. Te nem volt senki. Soha. Uh-huh. Ezért vállalom a felelősséget, amit mondok. Én nekem minden szavamért vállalni kell a felelősséget. És ha egyébként lehet folytatni, akkor te folytatnád, Illés bácsi? Tehát ha megvan a pénz, összegyűlik. És hát, mondjuk... Nem tudom, hogy lesz az egész. Most csütörtök a 3:45-re délután kell bemennem a polgármesterhez, mert itt volt ő is többször. Én nem hívtam senkit, hogy intézzenek el nekem ezt vagy azt, mert én... Jöttek maguktól, hát szeretnek, persze. Belenyugodtam, ha be kell zárni, bezárok 78 évesen. A testvérem is nem sírnak itt felettem, hogy hagyjam abba, mert el fognak temetni minél előbb. De hát ez volt az életem, ez a cukrád, meg a szakmám. Én mióta kimaradtam 8. osztályból, 64 éve egyfolytában dolgozok. Katonaságban is ugyanezt csináltam 3 évig. Igen, itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy nyilván a hivatalnak abban igaza van, hogy a szabályokat mindenkinek be kell tartani. Aki feljelentett, azért az finoman rohadjon meg, aki feljelentett, szóval azért még mindig egy ilyen igazi feljelentgetős ország vagyunk. Teljesen igaza van, és ismétlem, hogy én velem nagyon udvariasak voltak. Én nem kifogásolom, hogy ők ezt meg azt. Hát ők azért vannak, én meg azért, hogy a szakmámat csináljam. Illés bácsi, mi nagyon drukkolunk, amellett természetesen, hogy nyilván azért azt hangsúlyozzuk, amit mondtam, hogy mindenkire vonatkozik az a szabály, amit be kell tartani. Így de van. Ha megnyitsz és újra kinyit a cukrászda, akkor mi leszünk az elsők, akik újra beszélünk veled. És hírét visszük annak, hogy kinyílt Illés bácsi cukrászdája, vagy retro cukrászdája, vagy lesz is bármiből a dologból, vagy már csak a neved alatt fut tovább a dolog. És az is lehet, nem tudok semmit egyelőre. Akkor mindenképpen beszámolunk. Az első gombóc vaníliás bolás fogja. Mondjad, Illés bácsi. Amiért el kellett volna marasztalni, meg nem is marasztaltak el úgy, hanem azt írtuk, hogy négy kis sor van a jegyzőkönyvben, hogy öreg a cukrászda, öregek a gépek, föl kellene újítani, még a csempézést, amit mondtam. Hát ezek sajnos mindenkire vonatkoznak, persze. Így van, igen. Így van, de mondom, itt van a baj, hogy ez egy verfalú ház, meg tudom mutatni, ez omlik szét az egész, mert ahol én születtem,
vidéken ott a Veszfalú ház agyagból van, meg törekből, meg szalmából. Ez meg csak homok az egész, tetszik tudni. Tudjuk, persze, abszolút. Illés bácsi, nagyon drukkolunk, jó? Ne idegeskedjél, mert az tényleg nem tesz jót az ember egészségének. Aztán ezt úgyis, ahogy látom már itt a fejleményeket, itt már mindenki gyűjt, meg segít, meg újjáépít, úgyhogy szerintem polgármester is jelezte, ugye? Polgármester is jelezte, igen, igen, úgyhogy nem kell idegeskedni. Drukkolunk nagyon. De hát úgy gondolom, hogy rá is szolgáltam, mert soha nem volt itt semmi probléma. Most se volt semmi. Ez csak egy rossz indulatú bejelentés. Illés bácsi, köszönjük, vigyázz magadra, jó? Ahogy van valami, mi arról egyből beszámolunk, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszönjük, jó egészséget. Viszont kívánom, és még egyszer köszönöm. Köszönjük, köszönjük. Elnézést, hogyha hangosan beszél. Nagyon jó, minél hangosabban beszél a hallgató, vagy a betelefonáló, vagy akit mi annál boldogabbak vagyunk. Egyet nem szeretünk, ha valaki halkszavú, de te nem vagy az Illés bácsi. Köszönjük, jó egészséget. Én a gépek miatt is megszoktam, hogy egész életben hangosan kell beszélni, mert ha mennek a gépek, dolgozok, akkor muszáj hangosan beszélni. Milyen a paprikás krumplid, Illés bácsi? Azt mond még el, finom? Igen, hát én saját magamnak csinálom. Azt tudom. Ha Balázs arra jár, meghívja egy tárra. Jó paprikás krumplid, Illés bácsi, én imádom. Utána egy jó csoki vanília. Igen, hát ha Isten megsegít, ha esetleg újra kinyitom. Nagyon szívesen. Kitalálunk valamit. Jó, Illés bácsi, köszönjük, jó egészséget, vigyázz magadra. Jó, köszönjük, visszállam. Köszönjük, hello. Én is köszönöm, hello, visszállás. Édesem, hát nagyon helyes, nagyon helyes ember, de hát közben hát a technika, meg az előírások, hát azért igen, szóval egy cukrászába vissza kell forgatni, azt építeni kell, vannak engedélyek, hát ezeknek sajnos közben meg kell feltetni, a hivatal is értető. Aki betelefonált, azra hagyom. Itt vagyok, Illés bácsi, jöjjenek ki azonnal, ez a kis öreg mindenkit kicsinál. Én értem a hivatalt is, értem Illés bácsit is. Aki betelefonál, az igazán gennyes egyébként, de közben láttam azért a videót erről a kis cukrászdáról, hát azért ott azért sok mindenhez kellene hozzányúlni, hogy az olyan legyen. Hát figyelj, gyakorlatilag az egészhez, tehát nem lehet csempézni a házat, ugye? Mert omlik a fal. Nem tudsz csempét felrakni. Ez nem egy egyszerű projekt lesz, de legalább annak is egyiket örültünk, hogy végre most legalább ebben az esetben kiderült, hogy itt nem a hivatallal volt gond, meg nem azokkal, akik oda mentünk, az ellenőrök is, akkor a kegyetlen. Persze, nem a tök normálisak voltak. Egyetlen rohadék volt, aki betelefonált. Igen. Az a baj az ilyen típusú, illetve nem az a jó az ilyen típusú emberekben, akik 50-60 évig csinálnak valamit, hogy ez tartja őket életben is. A veszélyes az, hogy már csak azért is ki kell valamit találni, mert ugye ha egy ilyen embertől te ezt elveszed, az pillanatok alatt megpecsételi az ő sorsát. Igen. Nyilván ezért valaki nem működhetett egy cukrászat, ha nem tart be minden. De ugye valaki 50 évig az életéből ennyit szentel valaminek, ha az egyszer csak kiúzod a lába alól, akkor abban a pillanatban egy élet értelmet veszti el. Mellett nyilván ez egy szubjektív ok, tehát ez nem tudsz működtetni ezért egy cukrászat. Hagyj működjön, igen, ha elveszük, baj lesz. De Illés bácsi pont egy ilyen ember, nem? Így van, csak ugye érzelmi húrokat pengetünk. Hogy ne, persze. A dologgal, hogy egy közel 80 éves embernek lehet-e ilyet csinálni? Hát remélem, akik most mellé álltak, meg gyűjtenek, meg megígértek, azok be is tartják majd az ígéretüket, és akkor tényleg vagy a jó Isten, vagy a Gödöllői járás hivatalban is. Tuti, a konkurenciától valaki, nem? Lehet, hogy a lehet, hogy volt egy másik fagyizó. Két sorokkal lejjebb volt egy vasútállomás, másik meg fagyizó. Meg Illés bácsinál már megint vannak. Szerintem a rohadt életben Illés bácsi megint nagy sorban. Na most már fölnyom az öreget, ez most már nagyon idegesít. Fölnyomták Illés bácsit, nem lehet, szegénykém? Hát neki biztos, hogy törzsvelőtege van. Tehát, hogy olyanok, akik biztos, hogy nem tolnak el tőle semmi szín alatt. Na igen. 3-4-8 van pontosan. Na látjátok, az ilyen betelefonálás miatt nem lesz nektek rádiótok, meg én nem lesz Illés bácsi. A feljelentgetések miatt nem lesz itt Illés bácsi. Egy dolog hullik el ebben az évben. Elveszítettük Illés bácsi, elveszítjük a Morning Show-t, mert feljelentgetnek minket folyamatosan. Rohadjon meg mindenki, aki feljelent. 3-4-8. Lehet, hogy ez csak egy ember. Lehet, hogy egy ember jelent fel mindenki. Lehet, hogy az egész országot egyetlen egy ember tartja sakban, és ugyanaz az ember hallgat bennünket, és írja meg a lakossági bejelentés alapján az NMA-nak a feljelentés, mint aki bemószerolta. Egy ilyen hatalmas newsroomban ül bent, és akkor mi figyeli a tévét, figyeli a rádiót, járja az országot. Illés bácsikat keres, rádióállomásokat keres, aztán írja a levelet. Járja az országot, és ahol tud, feljelent, de közben hallgatja a Morning Show-t is. És egyszerre lábbal, kézzel írja a feljelentést. Lábbal, géppel, kézzel ír. És egy ember tartja sakban az egész országot. Sőt, már titkárnői vannak, diktálom, Marika. Igen.
Isten, közben meg mit hallok, érted, mit hallok, hogy szeméttel, szennyel, penészes hússal etetik a gyerekeket. Hál' Isten, hát a Nébi észrevette és lebuktatta őket. Igen. Hát szerintem kiváló munkát végeznek egyébként, és nem szabad rájuk haragodni. Tonna számra etetik ő, lehet, hogy hosszú évek óta penészes, romlott, büdös hússal. Találtak, nem tudom, 13 tonnát. 13 tonna húst, és úgy, hogy közétkeztetésbe ment a java. Közétkeztetésbe. Tehát, ha te ott laksz, akkor a te gyereked ezt tette. Én nem értem, hogy és ez hogy van az, hogy most bezárják, de ha kijavított mindent, újra kinyithat. 13 tonna lejárt szavatosságú, büdös, romlott hússal etették. Lehet, hogy hosszú éveken keresztül a gyerekeket. Nem. Mi az, hogy újra kinyithat? Nem tudod, mi van. Az egész életére el kéne venni az engedélyt, nem szabad dajni, hogy másik céget csináljon, alapíts, kész, vége, az az üzem, soha többet igen, nem tudják megtenni. Tehát de miért nem tudják megtenni? A jogszabályzás nem erről. De akkor miért nem szigorítanak? Hát, azt mert ők nem hozzák a... A gyereked romlott penészes büdös hústevet hosszú éveken keresztül, hát most lebuktak. Az az üzem nem nyit ki többet, kész. Ilyen nincs, hogy alapítok egy másik céget, aztán gyorsan újra kinyitok. Hát milyen szabályozás ez? Hát de van, de van, mert az a... Illés bácsival meg leszámolnak? Milyen világ ez? Na, tényleg. Érted? Illés bácsi nem adhatja oda valami a gombot, de büdös húst tehet a gyerek. Nem csinálja Illés bácsi is azt, hogy most ez zárja be, de nyisson egy újat, ugyanitt Béla bácsi. Na, van egy betelefonálónk, Pataki Ádám, gyerekek, hát itt ma, mint ma cukrász műsor van. Ádám, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, ciao, hello. Nem az Illés bácsival kell ezt számolni, hanem az Adria fagylaltozókkal, ha tudjátok. Na, most megérkezett a fagyi lobby. Mi van? Csütörtökön meg nem, holnap meg a Rákóczi túrestet fogunk lobbizni? Nem, azért is lobbizhatunk, persze, na, minden további. Hallgatod a műsort, és meghatott Illés bácsi, szeretnél valamit mondani? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem beszéltünk a cukrászi patestről erről a történetről, mert nyilván természetesen érint ez a dolog minket, főleg azért is, mert azt gondolom, hogy az öregeknek a szakmai tudását átvenni, ápolni és továbbvinni. Én azt gondolom, hogy kötelességünk, ahogy édesapám is mondta, hogy a cukrászi patestnek egy nagyon fontos feladata van, hogy őrködjön a szakma felett, és ezt a fajta kézművességet, amit maga a cukrászipar, a cukrász társadalom végezni nap mint nap, ezt minél korrektebb módon tudjuk vinni. Úgyhogy összedugtuk nagyjából a fejünket, még konkrét megoldás nem született, meg ötlet sem, de azt gondolom, hogy Illés bácsinak nagyon nagy segítség az, amit az ipartestet tud adni, az, hogy a mindennapok szabályait, előírásait, mind adózási, mind akár nébi tekintetében, mind bármilyen jogi viszonylatban be tudja tartani, hiszen ugye tudjuk, hogy a szabályok azok mindenkire vonatkoznak. Hát hogyne, de akkor tudtok neki segíteni konkrétan, Ádám? Néhány jó, hogy fagyigépet adjatok inkább. Vagy gyakornokot mellé tenni, igen. Vagy én tudom, akár, hát valahogy akár, egy kicsit segíteni Illés bácsira. Az ipartestetek, hál' Istennek elég jó a kapcsolat a kamarákkal, szakiskolákkal, nyilván a Gyedölő és környékén is megvannak a kapcsolataink és a kollégák, akik akár egy gyakornokkal, tanulóval, bármi ilyesmivel tudják Illés bácsi munkáját segíteni, és természetesen maga az ipartestet is azon gondolkozik most per pillanat, hogy milyen úton módon tudnánk neki olyan szakmai segítséget adni, hogy egyszerűbbé tegyük az életét, hogy mondom ezeket a különböző jogi szabályozásokat adó történetében be tudjon tartani, és tudjon minél tovább működni, hiszen neki csak egy feladata volt, ahogy én láttam az interjút, és hallgattam a riportokat, hogy jó minőségű fagylaltot és üteményt szeret készíteni, és hát minden további dolog az meg kell neki adni a lehetőséget, persze. Persze, van, de jó fejek vagytok, Ádám, hát nagyon köszi, minden segítség. Ez is jó, de egy jó hideg burkoló, aztán még jobb. Ez a kettő ilyen. Vagy jeges. Ismeritek egyébként Illés bácsit személyesen? Esetleg volt valami szakmai kapcsolat? Én megmondom őszintén, én nem, bár most itt családom belül az unokatestvérem éppen azt taglalta, hogy állítólag az én nagypapám ismerte őt, ráadásul a nagypapának még a Tápió Györgyi üzletében még bebesegítkedett. Állítólag, tehát ez nem... Hát akkor ők is egy nagy cukrász dinasztia tulajdonképpen, az Illés bácsi és az ő cukrászdája. Lehet, igen, talán az apukájától tanulta ő is, én nem is tudom az ő történetét. Igen. Jó, Ádám, nagyon köszi, hát minden segítség jól jön. Szerintem az ilyen, ha ezt felépítik, újra csinálják, és lesz egy ilyen retro cuki, azokra mindig nagy igény van. Tehát az emberek ezt keresik szerintem egy cukrászdában, egy régi igazi cukrászdában, kicsit a retrót.
Tehát ez a tudati segítségetekkel is valami újat létrejönni, hát, ezt megköszönjük. Hát ugye én azt fogalmaznám meg, hogy a régi korok úgymond ízeit, amikor még rendes tejszínt, vaníliarudat, csokoládét és tejet használtunk a fadlalhoz, nem ezeket a műanyag dolgokat, amikkel szépen felhabosítják, beszínezik a fadlatokat, és kirakod az asztal, és még negyed óra múlva is ugyanolyan állagú lesz. Jé, vajon mitől? Há, igen, igen, de nem menjünk bele, mert akkor holnap bele alapoznak téged egy társasházba. Aztán engem mellé tesznek. És ott fogunk állni hátra kötött kézzel, és mondtam, hogy ne szólj be nekik, Ádám, a rohadt tele, de ne szólj be nekik. Mondtam, hogy ne szólj be nekik. És utána öntik a nyersbetont, ami nagyon hamar köt, úgyhogy csak óvatosan. De rendesek vagytok nagyon, Ádám, de aztán amikor növekszik a cím, aztán nem be kell belezni itt ezt a kis üdülőt. Nem áll felvásárolni, aztán itt négyet Klaudia cukrászdani. Vártam már. Ez egy ilyen műsor, csak mondom, a Jani volt. Én sokszor reggelizem ott nálatok, a Jani volt. Így van. A te kávédba is lesz, olyan közelebb. Mondjuk, Janikám, azt a múltkori popcornt, azt még majd azért megbeszéljük. Ja, tényleg. Azért az úra volt. Nekünk nagyon kiestek, úgyhogy nem kell udvariasnak lennem. Érted, is én összem ott, az a baj, én összem ott. Jól van, Ádám, csokoltatunk, köszi neked, vigyázz magadra. Köszönjük, ha bármire tudtok segíteni. Pataki Ádámnak köszi, hello, ciao, ciao. Hello. Ez jó, hogy így egy szakmai összezár, meg próbálnak segíteni, az jó, ez mindenképpen szimpatikus. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, adósak vagyunk egy témával, amit ígértünk még a múltkor, amikor egy másik témát csináltunk, hogy mi volt az a szolgáltatás, ugye, amire te számítottál, és aztán elmentél, és hát nem azt kaptad. Ugye szenzációs SMS-ek jöttek akkor, és hát hihetetlen sokan vesznek igénybe különböző olyan szolgáltatásokat, amit mi nem is gondoltunk volna, és ilyen például ugye az ominózus kupon, amire emlékezhetünk, hogy mi ígértük, hogy visszatérünk, ugyanis hát rengetegen kuponoznak az országban, de mégis valahogy ennek az egésznek nem az a végkicsengése, vagy a végkimenetele, mint amit te sokszor elvársz, vagy szeretnél. És akkor jöttek ezek a kuponos SMS-ek, és már akkor mondtuk, hogy ezzel egyszer foglalkoznunk kell, mert ebből jó témát lehet csinálni. Ugye rengetegféle kupon van, hát szerintem még van ember, aki ezt egyébként nem ismeri, rengetegféle kupon van, és ezeket a kuponokat te megveszed, kiváltod, és ezzel te belépést nyersz valamilyen szolgáltatással, valamilyen eseményre, valahova, magával a kuponnal. De nem mindig úgy sül el a dolog, ahogy azt te szeretnéd. Mi baj van a kuponnal, vagy miért nem működik ez rendesen? Dehogy nincs baj. Egyrészt megvenni nem kell, tehát hogy mit kell megvenni. Pont ezt akarom mondani, hogy kétféle kupon van. Az egyik, amire te vagy rácsavarodva, mert ingyen van, tehát ha bedobják, megkapod. Igen, benne van kivágod a kiskegyedből. Újságból kivágod. Nem akarok semmit venni, de majd kitalálom, hogy hát mit veszek. Hát egyszer jó lesz. Így van, ez az egyik kupon. 20% az 20%. És szerintem ez a kevéssé bosszantó, de van olyan kupon, amiért fizetsz, mert hogy mondjuk egy szállodai hosszú hétvége, az kerül 100 000 forintba, azt mondják, hogy kuponosan ez most 60 000 forint, fizest ki a 60 000-et, interneten is lehet egy csomót, és elmész. És szerintem ez a nagyobb gáz. De bár, általában... hogy működik-e, segíts nekem? Tehát, bocsánat, csak hogy én kuponozhatom saját magam? Tehát most megmondom, miről jutott eszembe ez a kupon, hogy úristen, ezt megígértük. Dombi előadását láttam féláron kuponért. Mondom, te jó Isten, Dombi, ekkora baj, hogy Dombovári István előadására kuponnal el lehet menni. Eszembe jutott a kérdés, hogy a Dombi kuponoztatja saját magát? Vagy hogy működik? Tehát, hogy én valahol tartok egy előadást, akkor én megkuponoztathatom saját magam, hogy gyere, én adom a nevemet a kuponhoz, aha, és adjátok féláron a jegyet, vagy valakik azokat megveszik, és akkor bekuponozzák. De hát akkor... Mondom, Dombinál ekkora baj már, hogy kuponnal lehet rá elmenni féláron? De az nem jó, hogy te teljes áron eladod valakinek a jegyet, aki aztán féláron elkuponoz. Hogy van ez? Tehát hogy van ez az jó? Egész kupon? Azt mindenki kuponozik. Kell. Igen, Balázs féláron kupon. Balázs féláron kupon, tehát én kiadok egy kupont? Ha csökken az érdeklődés az előadásaid iránt, akkor kell féláras kuponoznod. De a Dombinak nem csökken, szombat hogy csökken. Szombat este felvétel kuponnal. Tessék, kuponnal olcsóbb. Igen. Most megmondom, mit láttam még egyébként, ami nagyon durva, nem fogjátok elhinni. Lehet venni olyan kupont, ami a kutya kozmetikására vonatkozik úgy, hogy uborkás arcpakolást tudsz adni a kutyának 30-35%-os kedvezménnyel kuponnal kutya kozmetikában. Tehát a
azért arcpakolás. Arcpakolás, szóval igen, arcpakolás. Rövidszőrű társaság és nagy testű kutyáp alap és teljes kozmetikázása plusz arcpakolás. Ah, tehát hosszú szőrűre nem, mert a hosszú szőrt már nem viszi át az orvos. A hosszú szőr, a hosszú szőr már nem, ajándék, nem viszi át. Voucher bűzmirigy kinyomásra. Igen. Az alapkozmetikázás az csak fültisztítás, nincs benne a körömvágás például. Ez az alapkozmetika. És ugye beválthatod a bónuszodat. Uh-huh. Tehát itt az uborkás pakolás. Itt az uborkás, pakolás. Igen, mosásért, szárításért, de az uborkás pakolás az bónusz. Mert egyébként azt senki nem rendeli, viszont van egy csomó ilyen uborkás pakolások, aminek lassan lejár a szabatossága, ezt valahogy el kell. Na, de ez jó érzet, hogy erre is jó például de, a kupon. De ez hogy van tényleg? Tehát meg tudjuk magunkat kuponoztatni? Igen. Tehát én meg tudom magamat kuponoztatni, igen, ha valahova megyek? Vagy lesz egyszer egy cselló koncertjük így. Az őszikét emlősebb bejutás féláron. De nem jó, mert ingyenes. Tehát arra, ami ingyenes, arra nem adhatsz kupont. Nem azt mondom, tehát valahol van egy előadás, mert 1000 forint. Akkor igen. Akkor én adok magamnak kuponakciót? Igen. Igen, vagy a szervező adhat, tehát azt mondja az, aki szervezi, inkább a szervező, mondjuk a hely, hogy téged kifizet 1000 forintosával, de ő talált egy szponzort, aki az összeg felét, az 500-asokat odaadja, és akkor már csak 500-at kell fizetni, tehát kuponnal tud bejönni. Tehát kuponnal tud bejönni. Láttam egy másik nagyon durva kupont, G.feltöltés. Hogy mi? G.feltöltés kuponakció. Valamilyen géllel feltöltik a G.odat. Érek egyet. Feltöltik. Feltöltik, G.pont feltöltés kuponnal. Ez is kuponos akció volt Magyarországon. Maga, minden maga, nem maga sorrendjében. Hát először megkerestet. Egy tesztalelka rovatban. Nem mész el kipróbálták, hogy jöttél a G.pont feltöltésre, és itt van a kuponod, amivel 30%-kal olcsóbban tudod. Pici fura. Valamilyen géllel feltöltik a G.pontját a nőknek, igen, és ezáltal valószínűleg érzékenyebbek lesznek az együttlétek alkalmával. És ez, te jó, megjelensz egy kis kupon, egy kivágott kuponnal. Igen. Jó napot, hogy jöttem a G.pont feltöltésre, itt van a személyigazolvány és a lakcímkártyám között, itt a kupon 30%-kal olcsóbban, egy 7000 lenne most 4000, és ott keresgetted a G.pont feltöltéses kuponodat? Óriási. Te kuponozol? Persze. Jó, hülye kérdés. Hülye kérdés. Mondjuk én a klasszikusat szoktam alkalmazni, nyilván amikor kapok egy kupon füzetet, ami tele van mindenféle, mert tele áruháznak az engedményével, hogy itt 15-20%-kal olcsóban vásároltak nála valamit, és akkor ezeket mindig szépen végignézem, és hogyha mondjuk az én igényemmel is találkozik a dolog, tehát csak azért, mert látok egy 20%-os kupont, nem fogok ezzel elkezdeni agyalni rajta, hogy vajon mit vehetnék náluk, tehát én tudatosabb vagyok ennél, de engem ez a formája is nagyon érdekel, amit a Feri mond. Mert például, hogy amit tudom én, valamilyen fitness tevékenységet ki lehet próbálni, és ilyen kuponok is vannak, és mondjuk nem akarok érte nagyon kicsengetni valamit, akkor itt tudom, egyszeri alkalommal el tudok menni, és akkor féláron mondjuk nem 1500-ért vagy mit, hanem 750-ért ki tudom próbálni. Így van, és aztán tetszik beruházni. Menj már egy kisajak fiatalitásra. Kisajak fiatalitásra? Van, kisajakot? Tessék? Vagy jó ez, amit nem, hát nem, megmondod, hogy a kisajkadat itt alul szeretném, mert a nagy ajkaid jó, itt fölül, de az alsó kisajkadat szeretnéd egy kicsit fiatalítani. 410.000 forint ezeket otthon hagytam. 410.000 forint, 2.19-ért kisajak fiatalitás. Tök jó. Nagyon jó. Bemondod, hogy picit már ilyen vizslafüles lettél fel, és szeretnél. És meghúzzák. Szeretnél egy kicsit fiatalítani. Ez is egyébként kuponos. Csak mondom, hogy erre mind kuponnal tudsz elmenni. Kétkezes prostatamasszáz esetben. Na, az rá. Nem ajánlanám azért. Kétkezeset főleg. Voltam. Nem annyira szórakoztató, mint amennyire azt gondolják, hogy ott nem segített a kupons, hogy 30%-kal olcsóbban csinálják. Tök hízeg a dombira nézve egyébként, hogy egy kuponos akcióval végre megnézt. Hát, hogy kellett valami kis. Azért az megdöbbentő, hogy menjenek 30%-kal olcsóbb a dombovári előadására kuponnal. Ugyanakkor meg nem jut eszedbe így a dombival kapcsolatosan, hogy akkor most baj van? Tehát ha valamit megkuponoznak. Igen. Na ezt kérdezem, ugye, hogyha megkuponoznak engem. Ha a dombit vagy téged, ha téged én megkuponoznak, valaki megkuponoz téged. Tehát hogy gyertek átra, lehet jegyeket venni. Igen. És ha van egy kupon 50% olcsóbban, akkor az olyan, hogy már jöjjenek el. Gyerekek, erre már senki nem akar menni, hogy 50%-ért adja. Jöjjön ugye? Már el. Igen, már 50-nél olcsóbb oda. Csenki csak... Dombi, hatházig, diszkontárva. Igen, kuponna. Na, pedig drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt a legelképesztőbb dolog, amit kuponnal vettetek igénybe, és hát nem teljesen úgy történt, vagy azt kaptátok, amit vártatok volna. Most nem csak egy szolgáltatásra gondolunk, mert tényleg amúgykor nagyon sok SMS jött, hogy ugye a kupon, és ez rengetegszer elhangzott tényleg, hogy ezzel a kuponnal sokszor valami nem stimmel, mert ígérnek valamit, aztán elmész, és ezek a kuponos leértékelések nem úgy sülnek el, ahogy azt te várod, vagy ahogy szeretnéd. 8 órás Facebook marketing képzés, kuponnal 48.000 forint helyett 9.000 forint. Nem lehet, hogy valójában annyit ér, és a 48 a kamu? Hát igen, ez is benne van, hogy ugye? Ez egy darab
lézeres. Ezt ismerjük. Ugye? Tehát, hogy valójában egyébként ez 9000 forintot ér, csak te elmész, és egyébként azt hiszed, hogy olcsóbban kapod meg. Ez nem lehet? Pedig valójában marhára nem ugyanazon a listáron kapod meg, mint bárki más, csak te abban bízol, hogy ez a kupon, ez most valamiféle engedmény. Facebook képzés, érted? Ez olyan, mint így nézed meg a képeket. Így tudsz lájkolni. Így tudod felhasználni a Facebookot. Létrehozzuk a profilt, adj egy e-mailes e-mail címet. Na, szóval, hogy milyen kuponnal mit vetetek igénybe, ezt írjátok meg nekünk. Mondd, hogy te nem kuponozol azért. Nem. Te nem kuponozol. Nem, de van a családban, aki igen, de a Janival ellentétben, mert a Jani jó kuponos. Nekem ő jó kuponos? Azért, mert ő okosan kuponoz. Tehát ő tényleg megnézi, ha szüksége van rá, megveszi. Nálunk mindig az a mondás, hogy életem, van 3 kuponom, és itt már tudom, hogy az minden megdőlt, mert nem csak a 3 kupont fogja beváltani, hanem egyébként még meglátja a cuki kis felsőt, és azt hozzáteszi, tudod? Tehát, hogy a kuponozás címszó alatt elmegyek vásárolni, attól nekem már a hócipőm tele van. Érted? Tehát az jó, amit a Jani csinál, csak mert ezek pont ezért vannak kitalálva, hogy elmész kisajakat feltöltetni, vagy G-pontot, és érted, ezt megcsináltatod kuponnal, és közben beugrik a 2 új cici is, az igen. Viszont egy 800 ezer forint. És arra már nincs kupon. És arra már nincs kuponod. Kupon. Tehát ez a beetető az ajak húzás, és utána még valamit hozzá. De nem is mennél el, tehát hogyha azt látnád valahol, hogy mit tudom én... Kisajakat feltöltetni? Nem, mondjuk izét, hogy tudom én, kuponáron új tetkó 30 mintából választ. Nem. Hát például nem. Így lapozgatni. Hát nem tudom, most itt a halálfej van. Hát várjál, csak a barbár itt a bárdal, vagy a sárkánytől. Most igen. Annyira nem. Jó, hajrá, ute. Nem. Hú, hogy azt át tudjuk írni. Legyen a koponya. Most ide egy hallgató, hogy volt a gyertek át szombatestére egy gyertek át kupon. Nem már. Volt. Hogy olcsóbban tudsz belőni. Hát de állítólag nézett a műsor. A rohadt életben. Ezért ezért mutogatták az emberek a felvétel. Egy kuponnal jöttünk, és én nem értettem, hogy mi ez a sok ember itt, aki mindig kuponnal akar bejutni. Most már értem, most írják, hogy volt kupon egyébként erre is. Jézus Mária. Az úrva, hogy 10 emberből 9, akivel beszéltem, azt mondta, hogy utána mennek át a tropikáriumba, és nem értek. Volt, úgyhogy gyertek át, tropikárium csodák balotája. Ez egy csomagban lehetett. Jöjjön el a Campona Media Center, menjen a tropikáriumba, menjen el a csodák balotájába, és ne felejtsen a játszóházat. Nagyon szeretik a gyerekek. Cipsúrolószer, 20% olcsóban. Gyertek át csak egy óra, utána viszont ott van önnek az egész nap, amit már viszont vidáman eltöltett. Te jó Isten. Erre is volt kupon. Ezt én meg tudom akadályozni, hogy ne legyen kupon? Nem, hát ez kész. Ki teszi be ezt a műsort a kuponba? Hogy kerül? Álljon le! Hívjon föl! Én erről nem tudok, hogy a gyertek átra lehet féláron jegyet kapni. Hát ezt én megnézem, akkor elmegyek nézőnek is. Ők meg megveszik a jegyet, és eladják, hogy nem, én ehhez hülye vagyok, én ezt nem értem. Nem, hát ezt a főszervező csinálja így, mert nem bízik abban, hogy telt ház lesz. De csak tudom, mit csinál a főszervező. Honnan hát... tudnám? Azért csak tudom, az, amit neked mondanak meg. A téletben azért valami közöm csak van ez a műsorhoz. Hogy az Istenbe lett ebből kupon? Komolyan. Biztosra akartak menni. Miki? A Miki? Nem, igen, nem. Így hívják a gyártásvezetőt. Lehet, hogy gyártásvezető kiszórta a kuponokat. Végignézték a névsort, hogy Geszti, Sóbert, hogy hívják, Csonkaba. Na. Egy darab bónusz maradt a gyertek át szombatesti tévétel szóló bónuszunkból. Mivel egyedül senki nem szeret szórakozni, ezért délután folyamán további jegyekkel frissül az ajánlat. Na hát rohadjanak meg. Kuponos? Most, 13 órától érdemes figyelni az XY oldalt. Hát, ha lesz még egy kuponjegy. Hát komolyan mondom, felhívom őket, veszek kettőt. Nagyon jó. Veszek kettőt anyámnak féláron kuponnak. És nem áll, hát ezt hogy lehet ezt megakadályozni? 70%-os áron, 33-as busz megállóan baklava. És legalább a szórakozás kategóriába vagy 1900 melyben? Forint helyett 990 forint belépő egy részére. Legyen részese az őrületnek. Várjál, mert 2000 forintot hát kikérem magamnak. Valaki a műsor. Hát ezt komolyan mondom. 9,90-ért adjuk a jegyet. 500% kedvezménye. Nem, biztos szereztek valami EU-s pénzt, amiből betámogatták. Biztos nem arról van szó, amire gondolsz. A bónusz beváltható, és itt van, pontosan. Hát, 14-15-kor, vagy 17-15-kor kell érkezni, és akkor indul a felvétel. Leértékelték a műsort, érted ezt? Hát, igen. Érted ezt, hogy leértékelték a műsort? Hát, ez van, hát. De egyébként tudomásom szerint például ez Sas-Józseffel soha nem történt meg. Ez a mikroszkóp színpadon 50 év alatt nem történt meg. Értem már az a sok nyugdíjas nénit kuponnal, akik folyamatosan mutogatták.
Jó, de elfogyott, azért az megnyugtat. Így van, legalább elment. Igen. Legalább elment. Sokan hiányoltak a rozsdamentes edényszetteket, de ettől függetlenül szerintem jól szorakozott mindenki. Hát ültek ott nénik az első sorba, akik folyamatosan kiabálták, hogy Ádám és Eva, amelyek fűre lépni ihos, de nem értettem, hogy miért. Hova szól? Igen, és mondta, sas azért is, sas azért is. Mikor hozzák a tálgulyás levest meg a Rákóczi túrost? Na jó, lépnünk el az ügyben. El kell mennünk kérezni, hogy tudjak telefonálni párat. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi volt az, amit igénybe vettetek kuponnal, és hogy úgy sült el, ahogy szerettétek volna. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. A kuponokról beszélgettünk, a kuponos akciókról, és arról, hogy a fél ország hát gyűjti mindenféle újságokból, innen, onnan vágja, és használja kuponokat, ha van szüksége valamire, ha nincs. Közülünk is kiderült, ugye, hogy János kuponozik, és amúgykor csináltunk egy témát, amiből kiderült, hogy azért a kuponnal sokszor, nem mindig minden esetben, de hát mell is lehet nyúlni, mert egy félára szolgáltatást veszel meg úgy, hogy aztán kiderül, ha kupon nélkül mentél volna, még az is lehet, hogy olcsó, persze valamikor jól sül el, és jó. Valami jó kuponokat lehet találni. Tehát, figyelj, hogy hát ki tudna ellenállni? Ki tudna ellenállni egy jól jövő, jó időben, jó helyen lévő előnyös ajánlatnak? Meg tudod igazítani a tyúk szemeidet féláron, akkor elmész, ezt megigazítatod. Aha, nem? Hát akinek ilyen problémája van. Ez nagyon emberi. Egy alkalmas, speciális pszichológiai tanácsadás féláron. Ott, mi, ott csak a feléig segít. Hát elmondod, és azt mondod, hogy most lejárt az idő. Ne köszönöm szépen, viszontlátásra. Szülés után 3 hónapban kaptam egy kuponos masszást. Svéd masszásnak volt hirdetve, de erotikus masszázs lett belőle. Masszázs során többet éreztem a masszörsát csúnyáját, mint egy aktus során. Nagyon fura volt, soha többet nem mentem ilyenre. Konkrétan fel kellett volna jelenteni. Beaküldte nekünk. Lézeres szőrtenítésre kaptam kupont, és egy testrész végleges szőrtenítése ingyen van. 100.000 forint helyett egyet meg ki is kellett fizetni, plusz egy testrészt, amit ingyen lekezeltek. Na, ezt tegye össze valaki, nem értem. Uh-huh. Én vettem egy kupont a gyertekát szombat estére 9.90-ért, de el tudtam cserélni egy hajgöndörítőre. Sokkal jobban megértem. Szilárd küldte nekünk. A kuponok a vásárló függőket célozzák. A feleségem, ahogy kupont lát, megy vásárolni. Ha nincs rá szüksége, akkor is azonnal indul. Zoli küldte nekünk. Egyszer kuponos allergiavizsgálaton voltam, az ujjamat szurkálták, és a rezgéseimet vizsgálták, majd megkérdezték, minek mentem, semmire nem vagyok allergiás. Amikor felsoroltam a tünetemet, újra kezdték a dolgot, és kihozták, hogy mindenre allergiás vagyok. 30.000-ről volt leárazva 6-ra. Kati küldte nekünk. Párom 30. születésnapjára vettem kuponnal egy 2 órás tájmasszázt az Andrássy mögötti utcában. Meglepetés volt végig, megérkeztünk a címre, időpontra nem találtuk a helyet, felhívtam őket, sűrű elnézések közepette benyögték, hogy már bezárt a szalon, nem volt érdemes elmenni. Elsírtam magam. Az oldalról vettem, egyébként visszafizette a pénzt. Szép napot. Zsani, mikor keresed a tájmasszázs szalont kuponnal, és bezárt. Tetoválásra nyertem 50%-os kupont, mikor kiválasztottam a mintát, akkor derült ki, hogy féláron annyi lenne a Tetko, mint egy menő szalonban teljes áron. Azzal indokolta srác, hogy ő minőségi munkát végez, hát mondanom sem kell, nem lett a Tetkom. 5 alkalmas 10.000 forintos masszázs kuponnal elmentem az első alkalomra egy masszázs szalonnak berendezett albérletbe, következő alkalommal már új bérlő nyitott ajtót. Ide bárki bármit föltöltet? Tehát én holnap elhatározom, és megállapodok velük, akkor én felrakhatom magam, mint masszőr simán, és adhatok rá kupon kedvezményt, nem? Ezt ők nyilván nem tudják megnézni, hogy most valaki megemeli a duplájára, lefelezi, és azt mondja, hogy kuponnak. Ők egy felület egy cégnek, akik hirdetnek, ők ezt berakják, nyilván elteszik a jutalékot, és utána már rajtad múlik is a cégen, hogy ti egymással mit bizniszeltek, persze. Álomesküvő féláron, 12.000 forintért adnak-e mennyasszonyt? Vagy, hogy 12.000-ért mi az álomesküvő? 12.000-ért bonyolítanak kuponnal álomesküvőt? Mondom, akkor békát. Igen, 12.000 forint álomesküvő. Hát szállással együtt várja. Miért is benne volt egy 20-asba? Ne, túl az... Nem volt annyi. A 20-ban nem volt. Akkor átvertek csúnyát. Igen, tehát volt 2 darab pogácsa. Egy ásványíz, amiről már sokat beszélünk, az nem volt. Az nem volt 20-ban. Igen, hát... Ez szerintem elsősorban egyébként Feri a csajoknak szól. Tudod, a Viki is megvan ettől őrül. Teljesen. És hát Jánosnak, én is egy picit. Aki legbelül azért is egy picit. Kifejezetten irritálni szokott, amikor megjönnek ide a képes magazinok, és havonta egyszer van benne egy kuponfüzet, és kivágdosták már belőle a hírszerkesztő lányok. Azért felháborító tud lenni. Nem tudok elég korán oda menni. Melyik hiányzott volna belőle? Hamarabb kell, hát hamarabb kell indulni. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon jók jöttek. Én sárga taxit vettem igénybe kuponnal, a kupon neve Uber küldte.
Ajaj, kiúzzátok a gyufát, csak óvatosan. Igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.